Sziasztok, kedves Leendő első osztályosok! Sziasztok! Nagy Emma vagyok, a 8. osztályba járok. Társam Varta Alex, aki 4-es. Szeretnénk bemutatni és elmesélni nektek, miért is jó kosútosnak lenni. Néhány éven még mi is a ti helyetekben voltunk, és most szeretnénk nektek segíteni. Modern felújított épületben várunk benneteket. Láthatjátok, hogy a tantermek, a folyosók mindig az évszakok, ünnepek, programok szerint vannak feldíszítve. Arra van az ebédlő, arra van a tornaterem. A mi termünk fent van az emeleten. A tiétek is majd ott lesz. Itt lent a földszinten a felsősök vannak. Most ez egy kicsit bonyolultnak hangzik, de ha itt leszel, ígérem, könnyen megszokod. Gyertek velünk! Valamennyi tanteremben van okostábla vagy interaktív panel. Higgyétek el, ha ezeket használjuk, sokkal izgalmasabban telnek az órák. Ha még a tableteket is a kezünkbe kapjuk, akkor még a matekot is könnyebben megértjük. Most benézzünk Katika nénihez. Képzeljétek, nekem is a tanítónénim. Egy kicsit irigykedem, amiért jövőre a tiétek lesz. A másik tanítónéni Márti néni, aki nagyon szereti a számokat, így igazán érdekes dolgokat tud mesélni róluk. Szeretsz majd tanulni, kipróbáltad magad különféle versenyeken. Ilyen a mesemondó, vers és prózamondó versenyek, szépolvasó, szépbeszédverseny, anyanyelvű verseny. De aki merészebb, az benevezhet matematika vagy angol versenyre is. Sőt, minden évben részt veszünk bulis vetélkedőkön. Ilyen a Halloween, a palacsintanap, az iskolai projektnapok és a játékos sportvetélkedők. Ha ránk hallgattok, ezeket nem hagyjátok ki! Mivel mi aktív iskol vagyunk, ezért sokat mozgunk. Viszont ha nem szereted a tesit, de játszani szeretsz, akkor a délutáni foglalkozásokon lehetőséged van focizni, kosárlabdázni, floorballozni. Ha a mozgást inkább hanyagolnak, akkor délutánonként kézműves foglalkozásokon mesevetélkedünk, szabaduló szobában töltöd erre a délutánt. Persze csak akkor, ha nincs tanulás. A nagyobbakat várja hetente többször a játszó foglalkozás, ahol megismerheted önmagadat, bátrabb és magabiztosabb leszel. Szerepelhetsz iskolai műsorokban is, ami amúgy jó buli. Képzeljétek, mi ökoiskolás vagyunk. Etetünk madarakat, figyelünk az állatokra, a földünkre és a szeretti buradék gyűjtése is. Részt veszünk regionális és országos környezetvédelmi programokban is. Ilyen például a kukabreki. Kucs-kurucs!
A mi iskolánk elég családias, hiszen mindenki ismer mindenkit. Már én is ismerem még a nyolcadikosokat is. Ezt az összetartozást erősítik különböző programjaink, rendezvényeink, amikben nagy szerep jut a szülőknek is. Eszméletlenül vicces, de jó érzés volt látni, ahogy anyukám küzdött a sportversenyen, hogy a mi csapatunk győzzön. A szüleim nagyon büszkék voltak rám, amikor iskola polgárrá fogadtak. Anya és nagyin meghatódva nézték az anyák napi műsort, és nagyon tetszett nekik az ajándékom is. Minden ősszel vagy tavasszal mi erre iskolába. Mi pedig Bakancsos túrára megyünk. Egy évben többször is megyünk színházba. Ha már negyedikes vagy, mehetsz a nagyokkal Debrecenbe korcsolyázni. És persze mozizni. Most nem tudtunk mindent bemutatni. Ezért gyertek el hozzánk szüleitekkel iskolakóstoló programjainkra. Ha tetszett, amit láttál. Várunk szeptemberben. Legyél te is kosútos!